Kiszámítható, biztonságos gazdálkodás jellemezte Nyírtelek önkormányzatának 2021-es évét, mondta el televíziónknak Szekeres József polgármester. A város folyamatosan pályázik az infrastrukturális fejlesztésekre, amelynek köszönhetően nem csak a Dózsa György és a Puskin utcák újultak meg, de a város teljes közvilágítását is korszerűsítették. Nyírteleknek a kiterjedéséből adódóan mindig a legégetőbb problémát az úthálózat jelenti, ennek a korszerűsítése. Ezt egy meghatározott struktúra alapján tesszük, és a közeljövőben is várunk ilyen pályázatot, ami a belterületi utak felújítására, rendbetételére vonatkozik, de ebbe az évben is sikerült a Dózsa György utcát, a Puskin utcát megújítanunk 2 BMS pályázat elnyerésével. Illetve nagyon rossz állapotban volt már Nyírteleknek a közvilágítása, és sikerült egy olyan szerződést kötnünk, amely az önkormányzatot anyagilag nem terheli, de a közel 900 világító testünket sikerült lecserélni mindenki megelégedésére, eddig csak jó visszajelzés jött ebből a szegmensből. Sokkal jobb lett, sokkal üzembiztosabb lett, illetve nagyobb fényerővel rendelkezik, tehát azt gondolom, hogy ez mindenkinek a mindennapjaihoz nagyon sokat hozzátesz, és természetesen azon dolgozunk, hogy jobb legyen itt élni Nyírtelken. Nyírtelek önkormányzata a város határán belül az elmúlt évben 2 utcányi üres telket értékesített, ezek mintegy 2/3-át már be is építették. A városba főként fiatal családot tervező párok érkeznek. Ennek hátterében a polgármester szerint a kedvező ingatlanárak mellett a város infrastrukturális fejlődése áll. Azt is mondhatnám, hogy jellemzően Nyíregyházáról költöznek, de ez nem igaz. Tehát nagyon örülünk neki, hogy Nyíregyházáról is költöznek. Vannak olyanok, akik egészen Nyírbátorból jöttek ide, illetve vannak olyan nyírtelekiek, akik nem szeretnének elmenni, és itt szeretnének továbbra is maradni a családjaik, barátaik körében. Természetesen ez annak köszönhető, hogy infrastrukturálisan a település nagyon sokat fejlődött, illetve a 338-as, tehát az elkerülő megépítése egy nagy lélegzethez juttatta a települést, mert nagyon könnyen, nagyon gyorsan el tudnak jutni olyan helyre az emberek. Tehát van, aki ide költözött, de egyébként meghagyta Nyírbátorban a munkáját, az elkerülő és az autópályával pillanatok alatt ott tud lenni, de a város meg maga tetszik neki. Illetve a kerékpárút és minden olyan infrastrukturális fejlesztés, ami az itt lakóknak az érdekét szolgálta, az most érik be tulajdonképpen. Az önkormányzat 2022-es tervei közül Szekeres József polgármester kiemelte, hogy a kültéri útfelújítások mellett egy új városháza épületet szeretnének, a régi polgármesteri hivatal pedig a jövőben civil szervezetek szolgáltatóházaként működne tovább.